Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek mindent tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása kizárólag Afrika. Foglalkozása akrobata. Neve csimpánz. Előfordulása a Föld bármely országa. Foglalkozása kutató természetvédő. Neve Jane Goodall. Jane és a csimpánzok. Amikor 11 évesen a Tarzan könyveket olvastam, akkor vált az álmommá, hogy majd ha felnövök, elmegyek Afrikába, és azokkal az állatokkal fogok élni, amelyekről a könyveim szólnak. És amikor ez az álom valóra vált, összeszedtem a pénzt, meglett az úti költségem, és a hajó közeledett a part felé, az döbbenetes érzés volt, hogy ez nem lehet igaz, ez nem történhet meg velem. Reggel, amikor felébredtem a sátramban, akkor jött el az igazi álom, nem pedig fordítva. Mindig ez marad életem legkülönlegesebb élménye. Louise Leakey, a híres régész és antropológus, elengedhetetlennek tartotta az emberi fejlődés megismeréséhez a vadon élő emberszabású majmok megfigyelését. Megérezte, hogy Jane Goodall alkalmas a csimpánzok kutatására, így őt választotta. Annak ellenére, hogy Jane nem rendelkezett semmilyen felsőfokú képzettséggel. Amikor először láttam, hogy szürke szakállú Dávid füvet szed és eszközként használja, vagy ágakat tör le és lehúzza a leveleiket, valószínűleg fel sem fogtam volna a jelentőségét, ha nem látogat meg pont két héttel előtte George Scheller, aki egy évig gorillákat tanulmányozott. Azt mondta nekem, Jane, ha eszközhasználatot látsz, akkor ez az egész kutatás megérte az erőfeszítést. Akkor még nem jártam egyetemre, semmit nem tudtam ezekről a dolgokról. De erről beszélt, és egészen addig nem ismertem elhinni, amit mondott, amíg nem láttam újra és újra. Ez a jelenség a primitív kultúra egy példája. Kultúráról beszélünk, amikor egy viselkedésforma megfigyeléssel, utánzással és gyakorlással jut tovább egyik generációról a másikra. Jane Goodall megfigyelései gyökeresen megváltoztatták az állatokról és a saját fajunkról alkotott elképzeléseinket. De úttörő munkásságát, legfőképp érzelmekkel teli megközelítését nehezen fogadta el a kutatótársadalom. Amikor Louise Leakey rávett, hogy írjam meg a doktori disszertációmat, mert meg kellett szereznem a doktori fokozatot, hogy képes legyek a saját lábamra állni, Cambridge-be kerültem, ahol azt mondták, mindent rosszul csináltam. Nem kellett volna nevet adnom a csimpánzoknak, csak számot. Arról sem beszélhettem volna, hogy van elméjük, képesek gondolkodni, hogy vannak érzelmeik és egyéniségük, mert ezek csak ránk, emberekre jellemzőek. Hát... akkor eszembe jutott a gyerekkori kutyám Rusty, akitől sokat tanultam az állatokról. És tudtam, hogy ezek a professzorok jártasabbak nálam a statisztikában, de ebben az esetben nincs igazuk. Nem gondolom, hogy valaha képesek leszünk az érzelmeket is bizonyítani. Nem tudom bizonyítani például, hogyha ön azt mondja boldog, akkor ugyanúgy érez, mint én, amikor boldog vagyok. De tudom, hogy lehetek boldog vagy szomorú, és olyankor hasonlóan viselkedek, mint ön, amikor azt mondja, hogy boldog vagy szomorú. A csimpánzok annyira sok mindenben hasonlítanak hozzánk, az agyuk szerkezetében és anatómiájában, a vérük összetételében. Ha megfigyelünk egy fiatal csimpánzt és egy kisgyermeket, hasonló szituációkban nagyon hasonló viselkednek. Ha mondhatjuk, hogy ez a gyermek boldog, akkor jogosnak érzem azt mondani, ez a csimpánz boldog. Vagy ha ez a gyermek szomorú, ez a csimpánz szomorú. És bárki, aki kutyával vagy macskával él együtt, tudja, hogy nekik is vannak érzelmeik. Lehetnek boldogok vagy szomorúak. Azok a csimpánzok, akikkel a kutatást kezdtem, mind elmentek.
Már nem ismerem meg a csimpánzokat, amikor Gombébe utazok, hiszen csak évente kétszer megyek vissza, és minden alkalommal csak pár napot töltök velük. Ez nagyon szomorú, és teljesen más érzés. Számomra a legtöbbet az jelenti Gombéban, amikor egyedül vagyok az erdőben. Csak ülök a vízesésnél vagy a hegy tetején, és felidézem, hogy éreztem ott magam régen. Ilyenkor tudatosítom magamban, hogy bár most ez egy kicsi védett erdő volt, de már dolgozunk a környékbeli közösségekkel, akik hagyják, hogy megújuljon a földjük. Most már ők is partnerek ebben, és ez az, ami okot ad a reményre, hogy ezek az igazán különleges csimpánzok meg fognak maradni.